Jön a nyári uborka szezon, én mégis a paradicsomról szeretnék beszélni. Amikor a feleségemmel beszélgettünk arról, hogy mi lesz a mai tanításomnak a témája, akkor azt mondta, hogy milyen érdekes, hogy a pokolról olyan sok mindent hallott már, ha bár ez a szó, hogy pokol nem is szerepel a Bibliában, a paradicsomról meg még nem hallott tanítást soha. Úgyhogy én most szeretnék néhány szót szólni a paradicsomról. Úgy vagyunk valahogy összerakva, hogy a rossz dolgokra sokkal fogékonyabbak vagyunk. Nézzétek meg az összes híroldalt az interneten, tele van rossz hírekkel. Mert akik ezeket az oldalakat üzemeltetik, azok pontosan tudják, hogy az emberek, ha rosszat olvasnak, sokkal többször fölmennek a híroldalra. Ha jó hírek lennének a híroldalakon, sokkal kevesebbet olvasnánk. Tehát a rossz dolgok úgy, úgy, úgy birizgálják az agyunkat, a lelkünket, a jó dolgok kevésbé. Én most mégis a jó dologról szeretnék, én a paradicsomról szeretnék most beszélni nektek. Ez most tényleg ilyen nyári, igyekeztem, hogy ez most ne legyen olyan nagyon-nagyon bonyolult, de ezt is vissza tudjátok majd nézni az interneten. Úgyhogy ne, ne legyen baj, hogyha, hogyha valami olyasmit hallatok, ahol úgy, úgy félresiklik a, a történet. És hát, ahogy szoktam, most is elmondom nektek, hogy amit én most el fogok mondani, az biztos, hogy nem úgy van. Én azt gondolom, hogy közel van ahhoz, amit Isten a Bibliából akar nekünk mutatni, amit meg akar értetni velünk, de most még csak tükör által homályosan. Úgyhogy semmi gond nincs, hogyha valaki máshogy látja. Én azt remélem, hogy Isten szelleme egy-egy kis gondolat magot mindannyiunk szívében úgy el tud ültetni, hogy abból gyümölcs teremhessen aztán az életünkből. Na, hát akkor a paradicsom. Az, hogy a paradicsom hogy jött létre, az tulajdonképpen mi mindannyiunk számára egyértelmű, de azért elolvasom. A Biblia legelején kell keresni, Mózes első könyvében, a második fejezetben. A nyolcadik és a kilencedik vers így szól. Ültetett az Úr Isten egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat, és eled erre jót. Az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját is. Ez tehát az a történet, ahogy a paradicsom, ugye mi az édenkertre szoktuk mondani, hogy a paradicsom, ahogy Isten a paradicsomot létrehozta. Itt én két szót szeretnék most megvizsgálni, ami egy picikét ö, rávilágít arra, hogy hogyan is történt ez a dolog. Úgy kezdődik, ültetett az Úr Isten egy kertet Édenben. Na most nem tudom, hányatoknak van kertje. Túl vagyunk azon az időszakon, amikor ültetünk. Hogyan ültetünk? Kétféleképpen. Az egyik magról, a másik, amikor palántázunk. A kettő között mi a különbség? Hát leginkább az, hogy a palánta az elég régen volt már mag. Tehát amikor én palántázok, akkor én egy meglévő, már létező, viszonylag erősen, ö, ö, már a saját lábán és gyökerén megálló növényt fogok, és áthelyezem abba a földbe, amit én művelek. Ez a palántázás. Az idén is megcsináltuk, több mint száz palántával aznap este jött a jég és, ja, és elvert az egészet. Tehát a palántázás az nekünk most így zajlott. A magról ültetés az teljesen máshogy. Zajlik, icike-picike kis magok vannak, rá se lehet ismerni, hogy ebből mi lesz majd egyszer. Azokat beleszórjuk a földbe, és ha lótetű nem eszi meg, akkor sárgarépa lesz belőle. Na most, ebben az esetben nem tudom, hogy hallottátok-e már azt a bibliafordítást, ami azt mondja, hogy plántálta az Úristen az édenkertet. Én egy picit jobban örülök ennek a fajta fordításnak, mert ez jelzi, hogy az édenkertet Isten nem magról kezdte el létrehozni. És hogyha utána megyünk, hogy pontosan mi van ott, akkor ott valóban az van, hogy Isten palántaként hozta létre az édenkertet. Ez miért fontos? Hát azért, mert, mint mondtuk, a palánta az már valahol létezett. Csak az én földembe bekerült, mert én, mint palánta, megvettem és elültettem a saját földembe. Tehát az édenkert, a paradicsom, amikor létrejön, úgy tűnik, hogy az egy palántaként, van az a föld betöltve bizonyos növényekkel. Mert ezt mondja a Biblia. Én pedig bigot vagyok. Tehát én vagyok az, ha valami le van írva a Bibliában, én azt én szó szerint veszem. Tehát tudom, hogy nem divatos, de én nagyon ragaszkodom Isten igényéhez. És itt ez a szó van, a palántázás. Na de akkor honnan szedte Isten a palántát? Hol volt mindaz, ami az éden kertbe bekerült? A paradicsom alkotó elemei honnan jönnek? Na ez a másik szó, amit szeretnék körbejárni. A ti bibliátokban is megjött a sólájt. Lőd lőnvilág. világosság a ti bibliátokban is, nézzétek meg, a szöveg úgy szól, ültetett az Úristen egy kertet Édenben, vesző keleten. Mi az, hogy keleten? Gondolkoztatok már ezed? Miért van ott az a szó, hogy keleten? Na, ez egy, ez egy nagyon érdekes szó. Egy párhuzamot szeretnék vonni. Dániel könyvében, nem tudom mennyire ismeritek, a hetedik fejezetben van egy profécia, amikor négy vadállatról beszél az ige. És elmondja, hogy az első vadállat úgy nézett ki, mint egy oroszlán, aminek szárnyai vannak, sas szárnyai vannak. Aztán elmondja, hogy a második, mint egy medve, aztán, hogy milyen a harmadik, milyen a negyedik. Na, hogy ezt miért mondom? Ezt azért mondom, mert amikor a mi Bibliánkban azt olvassuk, hogy az első vadállat az úgy néz ki, mint egy oroszlán, akkor az a szó, hogy első, az ugyanaz a szó, mint ami itt szerepel, ami úgy van fordítva, hogy keleten. Tehát, a Héberben ez a szó, ez fordítható így is, és fordítható úgy is. Nekem meggyőződésem, hogy ezen a két helyen például pont fordítva kellett volna fordítani, mert ha a Dánielnél azt a négy állatot, azt mondanánk rá, hogy a keleti állat az oroszlán a szárnyakkal, és a második, és aztán a harmadik, akkor Szépen megkapnánk a négy világvallást. Ezek az állatok pontos jellemzői azoknak a világvallásoknak, és ez a legkeletebbről indul el, tehát Japánból indul el, és a végén megérkezünk a saját területünkre, a keresztény világhoz, Amerikát is beleértve. De ott nem úgy van fordítva, hogy a keleti, hanem úgy van fordítva, hogy az első. Itt viszont az édenkertnél ez a szó úgy van lefordítva, hogy keleten. Hogyha én most veszem magamnak a bátorságot, hogy a másik szóval fordítom, ugyanolyan létjogosultsága van, és nagyon pontosan fordítom le, akkor ez azt jelenti, hogy palántázott az Úristen egy kertet édenben az előzőből. Az előzőből. Egy előző helyről Isten átpalántázta, Mindazt, amit ő a paradicsomba szánt. És így létrehozta ezen a földön a paradicsomot. Itt most ezt tegyük, itt teszünk egy pontot. Tudom, hogy megmaradt a kérdés, hogy honnan jön, de erre csak a legvégén fogjuk bekapni a választ. Igen, majd ha elaludtok, akkor azért majd fölébresztelek titeket, hogy erre az egy kérdésre. A következő hely a Szentírásban, ahol a paradicsommal találkozunk, az Krisztus ígérete, amit a Latornak tesz. Lukács 23, 42, 43. Ugye ott vannak a keresztfán, és akkor azt mondja, a Lator Jézusnak. Emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. És ezt mondta neki Jézus, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Direkt nem tettem ki a veszőt, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomba, vagy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomba. Ugye ez itt a nagy kérdés, hogy, hogy, hol van a vesző, de én majd meg fogom mutatni, hogy szerintem miért mindegy, hogy hol van a vesző. Érdekes, hogy azt mondja a Lator, hogy, hogy emlékezzél meg róla, amikor eljössz a te királyságodba. Ő a királyságra appellál. Krisztus hogy válaszol? Azt mondja neki, hogy Bizony, mondom néked, hogy velem leszel a paradicsomban. Tehát a királyság, amit kér a Lator, és a paradicsom, amit Krisztus ígér neki, az valahogy kell, hogy fedje egymást. Itt most egy nagyon fontos ö, dolgot meg kell érteni ehhez, hogy az a szó, ami itt van, hogy királyságod van. Ezt ha akarjuk, érthetjük az ezer éves királyságra is. De ez, ez nem az ezer éves királyságot jelöli csak. Ez azt jelenti, hogy Krisztus, amikor visszaveszi az uralmát, és gyakorolja. Tehát Krisztus lemondott arról a kereszten, hogy ő gyakorolja az ő hatalmát. Annyi légió angyal állt volna a rendelkezésére, amennyit akar, de lemondott róla. De aztán visszavette. Aztán visszavette. Nézzük meg, hogy hol van a vesző. Az egyik eset azt mondja, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Nestlé Aland 28-as kiadása ez a legfrissebb. Már mondtam nektek, hogy a, a, a Nestlé Aland az a görög szöveg, ahol rengeteg tudós azon dolgozik, hogy a leg. Frissebb, a legújabb kutatási eredményeket is összegezve, mi lehet a legpontosabb görög szövege a Szentírásnak. Jelenleg ez a 28. revideát kiadást tart, de megyünk vissza, mindenhol ott van a vesző a görög szövegben, hogy bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Ha Elfogadjuk ezt, akkor a kérdés, hogy Krisztus mire gondolhatott? Mi történt, amikor az Úr Jézus meghalt? És ma velem leszel a paradicsomban. Mit tudunk az eseményekről? Az Úr Jézus leteszi az ő életét, és magára hagyja a testet. És aztán mi történt? Elolvasom nektek Péter leveléből, fantasztikus tudósítás, 1 Péter 3.18-19 Krisztus meghalt egyszer a védkekért. Az igazságos az igazság nélküliekért, hogy minket oda vezessen Istenhez. Tehát meghalt a kereszten Krisztus. És elemzi, azt mondja, halálba vitték ugyan test szerint, de megelevenítetett szellem szerint, majd szellemben elment, és az őrizet alatt lévő szellemeknek kihirdette a győzelmet. Tehát ez egy olyan része Krisztus életének, amikor már elválik a teste, és az ő lelke szelleme. A test ott marad a fán, aztán utána eltemetik. De Krisztus szellemben megelevenítetik, és programja van. A program pedig az, hogy elmegy oda, ahol őrizet alatt vannak a szellemek, és kihirdette a győzelmét. Ez a kihirdette a győzelmét, ez a, az a szó, hogy kérű szó. Ez az a szó, amikor a hadvezér, amikor legyőzött egy várost, akkor ő bevonult a seregével, és triumfált, hogy én vagyok a győztes. Ez a kérű szó. Tehát Krisztus szellemben megelevenítetett, és elment, és kihirdette, egy olyan területen, amit mi nem tudunk érzékelni, hogy ő győzött. Triumfát. Ő a győztes. Visszavette a hatalmat. Érdekes, hogy ekkor még nem volt fönt az Atyánál. Ugye? Mert amikor először találkozik, azt mondja Márjának, hogy ne ér hozzám, mert én még nem voltam az atyánál. Még mielőtt az atyához elment volna, előtte történt valami. Krisztus elment a hádészba, abba a részbe, most így is mondhatom, hogy az világba, ahol őrzik a szellemeket, és triumfát. fontos. Az alvilág nem a pokol. Az alvilág az egy intézmény, az egy hely, ahol nem üstben fortyogva főnek a bűnösök. Az alvilágban nagyon-nagyon sokféle dolog van. Az egyik, hogy ott vannak szellemi lények, akik felé Krisztus kihirdette, hogy visszavettem a hatalmat, én vagyok a győztes. Ez egy olyan fontos hely, hogy mielőtt az atyához ment volna, Krisztus oda ment. Mert ez fontos volt elmondani. Kiket találunk a hádészban? Ezért ilyen könyvéből olvasok nektek néhány ige verset. Így szólt az én uram, az úr. Amikor leszállt a holtak hazájába, gyászba borítottam miatta a mélység vizeit, gátat vetettem folyóinak, és a víztömegeket elzártam. Feketébe öltöztettem miatta a Libanont, a mezőfái is mind elepettek. Zuhanásának hangjától megrendültek a népek, amikor a holtak hazájába taszítottam, a sírba leszállókkal együtt. És megvigasztalódott a föld mélyében Éden minden fája, Libanon válogatott szépsége, mindaz, amit a víz táplált. Mert ezek is leszálltak a holtak hazájába, a fegyverrel megöltekhez, azokkal a népekkel együtt, amelyek hatalmának árnyékában éltek. Kihez hasonlatos dicsőségben és nagyságban, éden fái között le kell szállnod Éden fájval együtt a föld mélyébe, ahol körülmetéletlenek között fekszel, fegyverrel megöltekkel együtt. Így jár a fáraó, és népének egész tömege. Így szól az Úr, az én Uram. Mit látunk, hogy kik vannak a hádészban, a holtak hazájában? Sok mindenki, valamint az éden fáj. Én tőlem nem áltávol, hogy az édenkert fáj, azok szellemi jelentésű, szellemi töltetű dolgok. Tehát én nem gondolom, hogy a holtak hazájában, mint egy diófa, úgy ott vannak az édenkert fáj. Én azt gondolom, hogy mint ahogy az élet fája, egy óriási szellemi ö, töltetű valami. A jó és rossz tudásának a fája sem valami bokor, az én elképzelésem szerint, hanem szellemi tartalmat hordozó valami. Olyannyira, hogy az édenkert összes fája ott van, ahol a szellemi lények őriztetnek. Ott nem csak rossz szellemi lények őriztetnek ezek szerint, ha az édenkert fái vannak ott. De azt mondja, hogy le kellett szállnia az éden fáinak ugyanerre a területre. Tehát, amikor azt keressük, hogy amikor Krisztus szellemben megelevenítetik, és elmegy az alvilágba, akkor Mindenféle egyéb szellemi lény mellett ott van a paradicsom. És amikor azt ígéri annak a Latornak, hogy te ma velem leszel a paradicsomban, én nekem nem nehéz elfogadni azt, hogy ezt a triumfálást az a Lator végignézhette Krisztussal. Az a Lator. Én azt gondolom, hogy hallotta Krisztus tanítását, mikor még nem a kereszten függött. Mert ott a kereszten azt mondja a társának, hogy te nem félsz az Istentől, és mindent elmond Krisztusról, ami fontos. Én még azt is el tudom képzelni, hogy ez a Lator, ez egy gonosztevő volt, aki jó útra tért, halva Krisztus tanítását, de utolérte őt az ítélkezés, és keresztfára került. És az ő bizonyság tétele, ami a keresztfán elhangzott, el tudom képzelni, hogy az egy, az egy Krisztus hívő embernek a bizonyság tétele volt, akinek meg kellett fizetnie a gonoszságaiért az akkori törvények alapján. Ezt, én ezt, ezt simán el tudom képzelni. És Krisztus azt mondja neki, hogy te ma velem leszel, mert Krisztus tudja, hogy ő aznap a paradicsomban lesz. Ő az alvilágba el fog menni triumfálni. Tehát én nekem nem jelent gondot, hogyha vesző ott van, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Mert az ezékiel szerint a paradicsomnak, az éden fájnak a hádiszba, az alvilágba le kellett szállni. De, nem maradott. Nem maradott. Azt mondja Pálapostól, 2. Korintus 12.2. Tudok egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, hogy testben vagy testen kívül nem tudom, csak Isten tudja, de ez az ember elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy ez az ember, akár testben, akár test nélkül, én nem tudom, csak az Isten tudja, elragadatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Általános az a meggyőződés, hogy Pál itt saját magáról beszél. Habár úgy kezdi, hogy tudok egy embert Krisztusban, de teljes az egyetértés a biblia kutatók között abban, hogy itt pár saját magáról beszél, és nem is szeretném felborítani Én. ezt, a, ezt az egyességet. Tehát, Pál azt mondja, hogy elragadtatott a harmadik égig, amit aztán a következő mondatban azonosít a paradicsommal. Na most, akkor hol van a paradicsom? Ha Pál azt mondja, hogy elment a harmadik égig, közben el azt mondja, hogy az alvilág van, van a paradicsom. Akkor most ki mond igazat? Ezt akkor most hogy lehet összehozni? Úgy, hogy a hagyományostól egy picit eltérően szeretném, hogy nézzünk rá Pálapostól utazására. Azt mondja, hogy elragadtatott a harmadik égig. És mindenki egyből elkezdi számolni, hogy egy, kettő, három, és akkor már hallottam olyat, hogy a hetedik égig, meg hogy hány ég van, nem tudom. Mit tudunk az égről? A Biblia alapján mit tudunk az égről? Szinte semmit. Szinte semmit. Az, hogy a fizika semmit nem tud az égről, az egy másik dolog, tőle nem is várjuk. A, a, a legexaktabb, eh, ahol, ahol véget ér az ég kutatása, ugye jobb, amikor azt mondja, hogy egy tükör, hogy, hogy az ember által látható legutolsóbb pont az egy tükör. Ami fölé, amin túl, az ember nem lát semmit. Abból a tükörből, hogy aztán mi az, ami tükröződik, mi az, ami nem tükröződik. Ezt most hagyjuk, mert ez egy nagyon nagy téma, és ott a fizikusokkal kell majd egy kicsit beszélgetni. Tehát a Szentírás nem beszél erről, viszont mi van akkor, hogyha a megszokást elengedjük, és azt mondjuk, hogy amikor Pálapostól elragadtatott a harmadik égig, akkor mi nem fölfelé akarunk utazni, hanem időben előre. Hiszen ki mondta, hogy a harmadik égnek térben fölfelé kell lenni? Miért ne lehetne időben előre? Azért, mert azt szoktuk meg, hogy Pálapostól fölment a harmadik égig. De a harmadik ég nem egy szentírási dolog. A Szentírás erről semmit nem mond abban az esetben, ha ez így fölfelé kell fizikailag érteni. Viszont kérdés, van-e a Bibliában szó három égről, ami egymás után következik? Mert hogyha van, akkor ez megerősíthet bennünket abban, hogy Pálapostól talán így értette ezt, hogy ott a harmadik égig. Elolvasom Péter leveléből. Kettő Péter. Harmadik rész, ötödik, hatodik vers. Vannak olyanok, akik kész akarva elfelejtik, hogy az egek már régen megvoltak, és a föld vízből és víz által állt össze Isten szavára, amely által az akkori világ vízzel elárasztva elveszett. A mostani egeket pedig, és a földet, ugyanaz a szó elnapolta a tűz számára. Itt néhány szót nézzünk meg. Először is értelem zavaró lehet, hogy így mondja, hogy vannak, akik készakarva elfelejtik, hogy az egek már régen megvoltak. A Biblia elején is így volt, hogy teremte Isten az egeket és a földet. Ugye? Ez egy, így is mondtunk, egy többes szám, ez a sámáim, ez a héberben abban az időben létezett egy duális alak. Tehát abból kettő van, ami ezt az én végződést viselte. Ugye, mert az ő gondolkodásukban volt a látható és a láthatatlan. Ez rímel arra, amikor azt mondjuk, hogy minden, ami látható, a láthatatlanból áll elő. Ezt a gondolkodást viszi tovább a páli a páli szövegek is. Tehát az egek alatt, amikor azt mondja, hogy az egek már megvoltak, az egekhez tartozik egy darab föld. Ugye így kezdődik a Biblia is, hogy teremte Isten az egeket és a földet. Itt is ez van. Péternél is vannak, akik kész akarva elfelejtik, hogy az egek már rég megvoltak, és a föld vízből és víz által állt össze Isten szavára. Tehát arról beszél, hogy volt régen egy ég, vagy most hagyd mondjam így, egy ég és egy hozzá tartozó föld. Az, hogy a föld vízből és víz által áll össze, ezt hagyjuk a fizikusokra. Majd a tudomány egyszer el fog érni odáig. Én csak egy dolgot ajánlok most a figyelmetekbe, hogy amikor a népnek vízre volt szüksége, akkor egy sziklára rá kellett ütni. És abból elkezdett víz folyni. Én úgy értelmezem, hogy a szikla, a kő, aminek a Szentírásban kiemelkedő jelentősége van, az egy valamilyen módon iszonyatosan összesűrített víz. Ugye itt azt mondja, hogy a föld vízből víz által állt elő, és ezért, amikor ráüt arra a sziklára, akkor nem hirtelen egy, egy ö, ö, forrás keletkezett a föld alatt, ami 800 kilométerről eljött odáig, hanem Isten kioldotta ezt a tömörítést, amiről azt mondja, hogy vízből állt elő a Föld. De ez, ez zárója volt, ezt lépjük is túl és felejtsétek el. De, és azt mondja utána, hogy Isten szava által az akkori világ vízzel elárasztva elveszett. És folytatja. A mostani egeket pedig. Isten a mostani egeket és a Földet Elnapolta a tűz számára. Tehát Péter két egekről és földről beszél. Amikor Péter ezt leírja, akkor az ő tudomása szerint már elmúlt az egyik égés föld, amit vízzel Isten elpusztított. Ez nem az özönvíz. Ez nem az özönvíz, mert az özönvíz nem pusztította el a földet. Az élőlényeket lényeket pusztította el. Sem az eget, sem a földet nem pusztította el. Hogy mondja maga Péter, azt mondja 2 Péter 2.5-ben, özönvizet zúdított a világra. És rengeteg élő lény elpusztult. De a föld nem pusztult el. Viszont az a szó, ami itt van, hogy az akkori világot Isten vízzel elárasztva, elvesztette, elveszejtette. Ez a szó, hogy elveszés, ez, hogyha lefordítjuk, azt jelenti, hogy totális pusztulás. Tehát volt egy ég és egy föld, egy kozmosz, egy világ, ami totálisan elpusztult. Mert Isten azt mondta, hogy ennek vége. Aztán jött az ekkor, a mostani világ, az, hogy a Péter, hogy a mostani egek pedig, és a Föld, ezek félre vannak tűzve, téve, hogy majd a tűz pusztítsa el. Ez is el fog pusztulni. Tűz által. Ugye erről sokat olvasunk. És mi lesz, amikor ez elpusztult? Mi fog jönni? Új ég és új Föld. Ez összesen hány ég? Ez összesen három. Tehát, ha. Pálapostolnak szintén megvolt az a tudása, mint Péternek arról, hogy volt régebben egy világ, amit Isten elpusztított. Aztán van az a mostani világ, ami majd elveszik tűzát, és lesz az új ég és új föld, akkor ő számolhatta úgyhogy hogy a harmadik égig. Ő akkor nem kell, hogy fölfelé utazgasson, hanem előrefelé utazgathat. Na most, még egy, egy gondolat ide a, a, az első, most így mondom, teremtettség és a második teremt. Ugye mi most a második teremtettségben vagyunk. Ugye a Szentírás így kezdődik, hogy, 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 hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És úgy folytatódik, hogy a föld pedig kietlen és puszta volt. tohúva bohu. És ugye nagyon sokan mondják azt, hogy ez így nem stimmel. Mert egy csomó helyen beszél arról a Biblia, hogy amikor Isten megteremtette az eget és a földet, az gyönyörű volt. És Isten fiai újjongtak, hogy milyen csodálatos, és azt mondja, hogy azt lakásul teremtette Isten. Na de itt meg azt mondja, hogy ez egy nagy tohuva bohu volt. Az eredeti szövegben a az Óhéber nyelvben, az egészen addig, amíg nem csatlakozott az indoeurópai nyelvtanhoz, ez az igeidő nem létezett. Tehát, hogyha megnézitek egy-egy jobb angol fordítás, ott azt mondja, hogy became, hogy valamivé vált. Tehát a föld pusztává és kietlenné vált. És itt, itt valaminek történnie kellett. És ugye ez az, a, ez az a, úgy szokták a rés elmélet, hogy, hogy volt egy gyönyörű szép teremtettség, aztán az egész, egészet Isten elpusztította. És vízzel pusztította el. Na most ott lépünk be a, a Mózes első könyvének a második e, igeversénél, hogy Isten szelleme lebeg a vizek fölött. És aztán Isten újra kezdi a teremtést. Azt mondja, hogy legyen világosság. Nem napot teremt, a napot sokkal később teremti meg. Úgy kezd, hogy legyen világosság. Egy új szellemi közeget hoz létre az első elbukott föld és ég köré, és elkezdi újra teremteni az előtte ítélet alá vont földet, eget és földet. Ugyanez fog történni most is, ennek a földnek és égnek az lesz a vége, hogy a tűz meg fogja emészteni. Elemeire fog hullani az egész. És aztán Isten azt fogja mondani, hogy legyen világosság. És jön az új ég és az új föld. És gyönyörű lesz. És azt várjuk, hogy az új égen és az új földön már nem lesz bűn. Nem fog a sátán tudni hatni. És akkor azt mondja Pálapostól, hogy ő elragadtatott a harmadik égig. És azt mondta, hogy én olyat láttam, amit ember nem mondhat ki. Hogy, hogy az ember nem tudja befogadni azt, amit ott láttam. A harmadik ég. Az, az a paradicsom. Ott, ott, Krisztus uralkodik. Ott a sátának nincs ereje. És lelkendezik róla, hogy ez egy, ez egy micsoda fantasztikus hely. Tehát úgy látom, hogy a Paradicsom az egy, nem egy ilyen állandó konstans valami, hanem az egy intézménye Istennek. És van, amikor áthozza Isten az előző, az első égről és földről, palántaként, és oda teszi Ádámnak és Évának, és egy tökéletes paradicsomi környezetet teremt, de az ember bűnbe esik. És mit mond Isten, ki kell űzni a paradicsomból az embert? A paradicsomban valami olyan szellemi valóság van, amiben a bűnbe esett ember nem való. És én azt gondolom, hogy azért, mert a paradicsom minden esetben olyan Területet, felségterületet jelöl, ahol Krisztus az úr. Krisztus volt az úr az Édenkedben, a Hádészban Krisztus az úr ott őrzik a szellemeket. Ott rend van. És amikor már azt hihette esetleg valamelyik szerencsétlen ott a hádészban, hogy Krisztust megfeszítették, és neki annyi. Akkor azért, hogy senki ne legyen tévúton, Krisztus elment és kihirdette, hogy győztem. Én vagyok a győztes. És ott vannak a paradicsomból a fák. És még sok minden más szellemi lény is. Most ott van a paradicsom. Aztán jön az új ég és az új föld. És Pál azt mondja, hogy én elragadtattam a paradicsomba, a harmadik égre. A harmadik, az új égén és az új földön ismét paradicsom. Miért? Mert Krisztus az Úr. Azért, mert a sátánnak nincs ható ereje. És most még az is mindegy, hogy az ezer éves királyságot erre a földre teszünk, mert van, aki azt mondja, hogy még ezen a földön lesz, és van, aki azt mondja, hogy az már az új égen és az új földön lesz az ezer éves királyság. Ha az új égen és az új földön lesz az ezer éves királyság, mit olvasunk, hogy mi lesz az ezer éves királyság alatt? Meg lesz kötözve a sátán. Tehát nincs hatalma. Ez a paradicsom. Hogy élnek az emberek a földön, Krisztus uralma alatt. És akkor egy verset szeretnék még elolvasni. Jelenések 2 Aki győz, annak adok majd enni az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Én tudom, hogy vannak olyan értelmezések, hogy ez ránk vonatkozik. Hogy ha mi győzünk, akkor majd mi kapunk az élet fájáról, ami az Isten paradicsomában van. De kérdem én, Minek kéne nekem bármi is az élet fájáról, mikor bennem ott van Isten szent szelleme és megelevenített, itt soha többet nem halok meg. Mi közön van az életfájához? Egy, kettő. Úgy kezdődik, hogy aki győz. Tehát, mi, mi vagyunk a győztesek. Mi győzünk. Hát az dal nem úgy van, hogy. Győzelmet vettem én, aki föltámadtam, hanem hogy győzelmet vettél, ki feltámadtál. Hát, ha az én győzelmemtől függne az, hogy az élet fájáról kapok-e valamit, én nem kapnék semmit. Egyetlen egy valaki győzött. Jézus Krisztus. Most, akik a kegyelm korszakában élnek, nem tudnak. Nem, ha, ha megfeszülsz, sem tudod kiérdemelni. Nem tudsz akkor győzni, hogy megérdemeld. Egyetlen egy dolog számít a mi esetünkben, hogy Krisztus győzött, Miértünk? Mi helyettünk mindent elvégzett. Tehát szerintem a jelenések könyvének ez az igeverse, ez nem nekünk szól. Nem, nem rólunk szól, nekünk szól. Olvassuk el, tudjuk behelyezni a helyére, de nem rólunk szól. Mert a Szent Szellem életre keltett minket. Nekünk nem kell az élet fájáról lenni. És nekünk nem kell győzni. Nekünk el kell fogadni a bűnbocsánatot, a kegyelmet. De ez nem lesz mindig így. Hát ne felejtsük el, hogy várjuk, hogy magához vesz minket Krisztus. És mind azok, akikben ott van az ő szelleme, azok mind egyesülni fognak vele. Viszont akikben nincs ott az ő szelleme, azok itt maradnak. És nekem meggyőződésem, hogy nagyon sok olyan ma önmagát vallásosnak mondó ember itt fog maradni, akiben nincs ott a Krisztus szelleme. De olvashatta már az igét, hallotta az evangéliumot, komoly tudása is lehet, de nincs benne a Krisztus szelleme. És nem fog Krisztussal egyesülni. Na, ezeknek az embereknek ugyanúgy szól a Szentírás, és rájuk semmi nem igaz már a kegyelem evangéliumából, mert olvassuk, hogy az antikrisztusi időszakban mi lesz. Az egész jelenések könyvben a hét levél erről szól, Attól fog függni, hogy jobbra vagy balra, hogy mit tettél. Aki győz, abban ugyan nincs ott Isten szelleme, ami megelevenítse őt, de majd fog kapni az élet fájáról. Nincs kirekesztve. Az akkor élőknek is lesz lehetősége az örök élethez jutni. Nem csak nekünk. Isten nem csak rólunk gondoskodott. Azok a hithősök. Azt mondja a Biblia, hogy rengetegen fognak mártírhalát halni az antikrisztus ideje alatt a hitükért. Őket Isten nem fogja magához ölelni, nem fogja odaadni nekik az örök életet, dehogy nem. Ők győztesek lesznek, és a győztesek az élet fájáról fognak kapni, ami a paradicsomban van. Hát én így látom, hogy a paradicsom számomra legalábbis így értelmezhető, és ami az egészben fantasztikus, az az, hogy azt mutatja be, hogy mindig is vannak olyan területek, ahol a sátánnak nincs hatalma. És az mennyire fantasztikus, hogy mi abban az időben élünk, amikor Isten szelleme az, ami kivon minket a sátán hatalma alól. Az ezer éves királyságban nem lesz a sátánnak hatalma, de meg lesz kötözve így is mondhatnám, hogy senki fölött nem lesz hatalma. De ma nagyon sokak fölött hatalma van. Kivéve azokat, akikben Isten szelleme ott van. És ez a kiváltság. Ez a mi kiváltságunk. Hogy nekünk nem kell elmenni a harmadik égig, hogy majd együnk az életfájáról a paradicsomban. Hanem Isten szelleme bennünk van, és életre keltett. És megóv minket, kivon minket a sátán hatalma alól. Amen.